Szevasz, üdvözlök mindenki ezen a szép napon. Itt vagyok a fürdőszobában, ahogy látjátok, épp hogy csak lezvanyoztam, meg felöltöztem, azért van rajtam fölső. Gyorsan befújom magamat. Ez miatt van ilyen sprém, amit használok ideje a hónap, nem mutatok ide a hónap alá, mármint nem ruhám, belül oda rendesen, és elfogyott ez a, mutatom micsodám, ez a nem kölni, minek hívják már, minek hívják, parfüm. Lányok használnak parfümöt, és angolul másnak hívják, de elfogyott. Na itt van, egy nagyon pici még van benne. Ilyen, ezt szoktam most használni, legalábbis egy ideje, látva ezt a Ralph Lauren-t, és kifogytam. Úgyhogy visszateszem az üres dobozt, azért fújtam magamra sprét. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy azért fújtam ilyen sprét össze-vissza magamra. Na mire? Úgyhogy most nem más csinálunk, mint kimegyek, ugyanis megérkezett, képzeld el, apukám. Várjál, ups, lekapcsoljuk a villanyt. Épp hogy csak hazértem a munkához, csak gondoltam, hogy ott kezdem el, mert mindig ott kint kezdem el ugye a videót, és látod, hogy van ott fenn, ilyen szép tigrises, látod, olyan az ablakon, a függönyön, nem a függönyön, mert nincs ott függöny, a rolón. Mindig ott elől-hátul kezdem el ugye a videót, és gondoltam, hogy egy kicsit más legyen a mai videónak az eleje, ami szép az idő. Ígértem, nem ígértem, mondtam nektek, ugyanis nem mindig ígértem, de mondtam nektek, hogy szép idő lesz. Oda néz, felhős az idő, de meleg van. Körülbelül, ahogy mondtam, olyan 20-valahány fok van szerintem, rettentő meleg, olyan meleg volt, hogy ma rövidújúval dolgoztam, képzeld el, átlába van rajtam hosszújú, nem is egy átlába 2 vagy 3, ma egy rövidújúval voltam, olyan meleg volt. Úgyhogy apukám kint van a garázsba, megnézzük gyorsan, mit csinál Lucas, és ugyanis a Davis ott teszik, a feleségem éppen ugye adja neki az ebédet ott. Utána pedig el fogunk menni valahova, hogy hova, azt még nem tudom. Be kell menni ugyanis a boltba, mert tegnap nem kaptam, nem is tudom mit nem kaptam. Tejet nem kaptam, ugyanis másfajta tej volt ott bent szörfőzben, ugye tegnap elmentem az öcsémmel, és na minden, ugye azt kell venni. Várjál, megnézzük a Lucast, mit csinál. Szervusz! Na mi a helyzet? Mit csinálsz? Készen vagy? Jaj. Lassan megyünk egy ilyen, hát nem tudom, lehet, hogy 20 perc. Jó. Aztán nem tudom hol akarsz ma még menni. El kell menni tájért. Amúgy valaki azt kérdezte, nem azt kérdezte valaki kommentben, hogy miért vannak ezek dobozba, Lucas? Ezek miért vannak dobozba? Már nem játszós figurák. Ezek nem játszós figurák, hanem ilyen kirakat figurák. Tudni mi lesz, hogy játszol vele? Eltörik. Az lesz neki. Ja, össze lesz firkálva. Na, mindegy. Én megyek, mert nézem apukámat, ugyanis ha csináljuk a hajónak az ülését, mindjárt mutatom, hogy néz ki. Aztán estére én készülök ide, a játszószobába, és ezt a sarkot át fogom alakítani, berakok egy lámpát valószínű, és elkezdem felvenni, rögzíteni ezeket a rövid videókat, amiket mondtam a tegnapi videóban. Beszélek érdekes dolgokról, hogy mutatok érdekes dolgokat, meg reakció videókra gondoltam, ugyanis van, nem is bélyeg, nem reakció, hanem, na minden, ma meglátjátok, érdekes videók, maradjunk annyi, vagy érdekes, legalábbis számomra érdekesek. Remélem, hogy számotokra is érdekesek lesznek. Mindegy, ilyenkor össze-vissza áll a fejem, ugyanis mikor hazajövök a munkába, ugye néha sietnem kell, viszem a kulcsomat. Amúgy így is visszajövök, még a pénztárcámatig nem viszem. Az akkumulátort épp feltartottam tölteni, hogy estére fel legyen töltve az akkumulátor, hogy kezdek tudni filmezni, és a videókat valószínűleg jövő héttől meg fogom veletek tudni osztani. Aztán hogy írjátok meg a véleményeteket, hogy mit gondoltok róla, hogy folytassuk tovább, vagy inkább nem folytassuk. Nem tudom, hogy milyen lesz. Én jól kigondoltam, remélem, hogy tetszeni fog. Ugye ezekről a rövid, érdekes videókról beszélek. Na minden, úgyhogy én addig kimegyek, még a Davisot eszik. Ja, még mielőtt kimegyek, majdnem elfelejtettem. Lehet, hogy lesz egy kis időm, úgyis le kell fújni a füvet. Nem a füvet, hanem a gazt. Valahogy itt van a gazfújó. Múltkor vettem, itt van. Ez a gazfújó. És itt kint mindenhol mutatom neked. Amit múltkor már mondtam. Ott, látod, ilyen gaz a kövön, a füvön, azokat le kell fújni. Itt nem olyan rossz, mert múltkor kihúzogattam. Inkább hátul rettentő nagy, és nincs kedvem kihúzogatni, ezzel lefújjuk, és ugye kihal. Na, ugye megnézzük apukámat, megmutatom nektek, hogy hol tartunk a csónakkal, aztán fújunk. Mutatom nektek, hogy hol tartunk. Ugye múltkor mutattam, hogy a csónak elkészült, ez is meg a másik is, mármint a festészet készült el. A belső az ugye nincsen kész, és jelenleg most az ülést vonjuk be ilyen anyaggal. Csináltunk ülést, itt van apukám, és ilyen anyaggal vonjuk be. Na már hol a másik ülés? Hol raktuk? Itt van. Ilyen ülést csináltunk, mégis apukám csinálta fából, látjátok? És bevonjuk ilyen szivacsal. És ezt a szivacsot pedig be fogjuk vonni ilyen anyaggal. Ilyen bőrös, és nem rendes bőr, hanem ilyen anyagos valamivel. Ezt rá fogjuk rakni, és úgy fog kinézni, mint ez. Ezt is újra fogjuk húzni, Végülis ez az anyag ugyanolyan, mint ez, csak ez már nagyon koszos, meg régi volt, ez a kék csónakba megy vissza. Úgyhogy most azt fogjuk megcsinálni, még mielőtt elmegyünk, azt kell leszabni, aztán megnézem, hogy ez hogyan működik, ugyanis a fület most gyorsan lefújom. Ez erről beszéltem, látod? Ilyenekről tele van minden, főleg ott hátul, amit mondtam nektek ott azon a részen, ugye meg itt errefelé, ezt körülbelül le fogom fújni. Aztán megyünk majd valamerre. Kamerát addig leteszem, még megnézem, hogy ez mit kell csinálni, mert nem tudom, hogy fel kell-e vizezni, vagy csak is simán le kell fújni. Biztos rá van írva ide a hátuljára. Na, elkezdtük szegecselni. Ez nem szegecselni. Nem szegecselni, akkor nem tudom, mit csinálni. Rászegel. Azzal a géppel. Oda bele, látod? Belemegy? Belemegy? Akkor belemegy. Innen. Remélem, hogy jó lesz. De megpróbáltam ezt is. Ezen nem akar, képzeld el, átmenni. Egyetlen egyet sikerült belelőni. Gondoltam, hogy átlövöm ezt az egészet, mert erről feléről lejött. Ez az a másik ülés. Az az ülés, az a régi a csónakból, és megtisztítottam. Úgyhogy ez az ülés, most ebbe fog belemenni. A kék csónakba pedig vettem kék ülést, ami nem érkezett ide, valószínűleg jövő héten fog ideérni. Hogy már sok minden nincs vissza a kékből. Kell szőnyeg, meg össze kell rakni, meg ugye motor, ahogy mondtam nektek múltkor. És minden aztán megvan. Legalábbis megvásároltam mindent, és meg kell várni, még ideér. Mert nem a boltba vettem, de interneten keresztül vásároltam. Mindenik a jövő héten majdnem minden ideér, kivéve a szőnyeg, és majdnem, hogy kész van. Lefújtam ezt az egészet itt körbe, meg a hátsó részt is. Sokat nem látni, ugyanis olyan, mintha vízzel lepermeteztem ugye volna, de általában egy vagy két héten belül elhervad, és ugye csak simán vagy kihúzod, vagy ott hagyod, és amit akarsz vele. Fűnyírót veszek, valószínűleg veszek a héten most, vagy jövő hét elején, ugyanis most már van szombat van, mert elől ugye nagyon jó a fű, de itt hátul, oda néz, látod, ilyen gazos, hosszú, úgyhogy ezt le kell vágni. A fűnyírónkat ugye annak idején eladtuk, és azért most kell venni egy másikat. Nem tudom, hogy vadonatújat veszek-e, valószínűleg nem, valószínűleg egy ilyen használtat veszek, ugyanis a vadonatúj, képzeld el, nézegettem őket, $400-tól kezdődnek, 350-400 dollárról, ami szerintem nem tudom, lehet, hogy nem túl drága, de én úgy gondoltam, hogy $400 egy fűnyíróra nem akarok költeni, mert lehet kapni ilyen használtat, ami egy éves vagy kettő, és általában rendesen működik ilyen $100-ért. Vagy kiderül, vagy ha nem, akkor kidobtam $100 az ablakon, és lesz egy rossz fűnyírom. Mit akartam? Megtölti a Davisnek az üvegjét. De tavaly, nem tavaly, pár év ezelőtt, mikor vásároltam, újonnan vettünk egyet, én meg voltam vele elégedve. $250-ra került, képzel ez a fűnyíró. Semmire semmi baja nem volt neki, és amikor elköltöztünk ugye ide a lakásos, abba a lakásba, akkor ugye el kellett adni, de most már megbántam, meg kellett volna tartani, csak hát ha ugye sose tudtuk volna, már hogy visszaköltözünk-e házba vagy nem, na próbálom itt tenni közben az üveget, addig ide leteszlek titeket. Hova? Valahova. Ide! A mikrofonnak a tetejére. Na, itt találjuk. És eladtuk. Na várjál, iszlak is belőle egyet. Na. Mellé ment. Ez ilyen, látod, újfajta víz. Amúgy minden ilyen üveges víznek más az íze. Nem tudom, észrevettétek-e már vagy nem. Bár mindegyik víz. Tehát nekem mindegy, hogy milyen az íze, mert víz az íze. De mindegyiknek más. Ezt még nem láttam. Ezt mindent vettük ebből a másik boltból. Ez ilyen más volt, én azt hiszem. Aztán lehet, hogy nem, csak eddig én nem láttam. Na minden, töltöm az üvegét a Davisnek, és már majdnem kész vagyunk. Lucas, te is kész vagy? Hol vagy? Látod? Gyorsan megtöltjük. És a Davis még mindig ilyen üvegből iszik. Tud ilyenből is inni rendesen, csak az nagyon maszható, ugye, és mindenfelé megy, főleg az autóba. Azért mindig ezt a kis üveget visszük neki. A Davisnek a születésnapja most lesz nem sokára, valószínűleg jövő hétvégén ünnepeljük. Én azt hiszem, egy pár nappal előbb, ugyanis szerdára esik a születésnapja, nem most, hanem utána való héten. Szerdára, ugye, vagy csütörtökre? És na már próbálom meghúzni egy újat. Megkapja azt az autót, ugye, amit vásároltunk neki, azt a kárt, azt a verdákat, na azt a szép nagy piros elektromosat, én szerintem örülni fog neki, legalábbis nagyon remélem. Most már megint be tudom tölteni, hogy feltöltődjön, még mielőtt megkapja, hogy véletlen lemerüljön, ezt nem fogja tudni használni. Na, mit akartam? Oda menni. És lassan elindulunk végre. Oda nézd, egy rózsaszín autó, de miért festeni valaki rózsaszínre az autóját? Amúgy képzeld el, hiszed vagy nem, de láttam egy ilyen rózsaszín autót, na várjál csak közben zöld van. Egy pár hónap, most egy jó pár hónappal ezelőtt, és nem az volt benne az érdekes, hogy rózsaszín volt benne, és az volt az érdekes benne, de az, hogy Ferrari volt, képzeld el, és rózsaszín volt. Te, valaki kiad annyi pénzt egy autóért, és átfesteti rózsaszínre, hát nem tudom. Na mindegy, én biztos nem festetném át, én hagynám pirosba. Ferrari pirosba, szerintem abba szép. Bár feketébe, attól függ. Na mindegy, én pirosba vásárolnám. Majd egyszer, hogyha nyerünk a lotton, amúgy tartunk a bevásárló felé, ahogy látjátok. Kezd lemenni a nap, a fok, a hőmérséklet, nem tudom, látjátok-e vagy nem, de még mindig 23 fokot mutat. Úgyhogy elég jó idő van. Jó lenne, hogyha ilyen maradna az idő, csak az a baj, jövő hétre mondja megint a lehűlést. Na mit találtunk? Nörfkant. Na itt tetszik. Ez vagy a más? Ez. Ez a narancsájú. Be van rakva, hogy ne tud kivenni. De mit találtál? Az a merencébe való. Verd le. Úgy. Rásd a fejedre, azt nézegetsz. Amúgy nem tudok segíteni, látod? Ez be van rakva, hogy ne tud kivenni. Ja, de nem tudjuk. Van ilyenünk otthon, látod? Ezek nagyobb az a máska egy kicsit. Gyere, menjünk, nézelődjünk tovább. Gyere, mutatok valamit. Nézd, ilyet kellene venni nekünk, aztán tudnánk célba dobálni ilyen dárccal, látod? Ide van kirakva, nyissad ki nekem? A közepén. Ki lehet nyitni, ez egy ajtó. Azt, ja, húzzad le, közepéről, nyissad ki. Nem úgy. Látod, hogy kinyílik és fel tudod rakni a falra. Régen, amikor gyerekek voltunk, az öcsémmel, az Attilával volt nekünk egy ilyenünk, csak nem ilyenünk, hanem ilyen olcsóbb változat, és annyit szoktunk vele játszani, komolyan mondom. Sokat, célba kell vele dobni. Hogy van itt ilyen olcsóbb változata is. Na, ilyenünk volt valami hasonló, $5. Ez mennyi? Ez meg 49. Na mindegy, na menjünk, keressük meg a mamit. Végeztünk, menjünk visszafelé az autó felé, és mutatom. Jön az eső felől, látod? És szerencsére lefújtam ezt a növényzetet. Bár az volt ráírva a dobozára, hogy ha lemossa az eső, semmi baj, ha 30 perc után mossa le. Úgyhogy most már lemoshatja. De én mondtam, hogy jönni fog az eső. Úgyhogy leolszol, hogy hideg fog lenni megint jövő héten. És elnyomja ezt a meleget. Na várjál, kiveszünk a kulcsot, és nyissuk az autót. Na, meg vagyunk. Hozzáérkeztünk, képzeld, készálltam az autóból, és kiesett a kamera, ez a kamera a zsebemből, puf, le a földre. De nem törött össze, legalábbis ahogy így nézegettem, semmi olyan nincsenek, legalábbis nagyon remélem. Remélem, hogy működik, és remélem, hogy egy felvétel sem veszett el, hogyha igen, akkor ez a mai videó nagyon ilyen rövid videó lesz, mert ez a vége rész van meg. Na minden, jelenleg nézzük a reszkessetek betörőket. Annak idején ezt a filmet rettentően szerettem, az első részét. A másodikat is szerettem, azt a harmadikat, és utána már semmelyiket sem szerettem. Azok nem voltak jók. Az első az nagyon jó volt. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Minden karácsonykor leszokták játszani nálunk, ugyanúgy gondolom Magyarországon is, azt hiszem, nem? De most nem karácsony van, de mégis játsszák az egészet. Aztán azt akarom megnézni, bejövök ide át a szobába, felkapcsoljuk a villanyt. 1, 2, 3, és feljön, látod? Na, mi történt itt? Ide került az asztal, nem is láttam, hogy elment az asztal. Na milyen? Itt akarom filmezni ugye ezt a videót, valamelyiket, de nem tudom, hogy hol. Val itt a sarokba. Valószínűleg ez a zöld asztal lesz az a számítógép, hogy idehozom, és a kamerát pedig ide valahol lerakom. Valamit lehet, hogy a háttérbe kellene rakni, bár nem én leszek benne, úgyse a lényeg, mert én csak ugye beszélek rajtuk, meg a fejemet lehet, hogy berakom picibod alulra. De azt nézem, hogy nem tudom, hogy ide kellene hoznom a lámpát, vagy nem, hogy van itt elég. Én azt hiszem, hogy van itt elég fény. Azt hiszem, lesz itt elég fény. De képzeld el, utána gondolkodtam, hogy lehet, hogy ma nem is tudom felvenni ezt az legelső videót, és nem tudom, hogy mit filmeznek. Én kizártam az egészet, volt egy pár ötletem, de ugye rá kell kicsit azért készülni, tehát úgy csak úgy beindítom a számítógépet, és csak úgy nézek ki a nagyvilágba, abban nem lesz jó videó szerintem. Úgyhogy lehet, hogy csak holnap fogok nekiállni, és ma megnézem, hogy mit akarok filmezni. Na, közben jön itt ez a zsinór, látod? A lámpás zsinór. Na, lekapcsoltuk. Kijövünk. Majd meglátjuk, hogy most már kezdek kicsit késő, nem az, hogy késő lenne, de Davis ugye megy aludni, és utána nagyon nem akarok hangoskodni, 3-7 lesz nem sokára. Az eső közben megerett, mutatnám nektek, de a sötétben nem hiszem, hogy látjátok. Na minden. Úgyhogy én ezt a mai videót itt most befejezem, és elmegyek és megvacsorázok. Aztán, hogyha minden igaz, Holnap neki fog tudni állni ezeknek a rövidebb videóknak, és meg fogom tudni veletek osztani jövő héten. Hogyha nem jövő héten, akkor utána való héten. Én arra gondoltam, hogy minden egyes nap lesz egy videó. Vagy egy ilyen rövidebb, vagy egy ilyen vlogos, ugye. És majd megbeszéljük közösen, hogy ki mit gondol erről a rövidebb videókról, hogy jött lett, vagy nem, vagy tetszett, vagy nem. Hogyha igen, akkor ugye melyik, már akarok több különbözőt csinálni. Ugyanis van egy pár érdekes ötletem. Például gondoltam arra, elárulok egy-kettőt gyorsan nektek. Gondoltam arra, hogy még megnézzünk egy weboldalt, mondjuk egy magyar weboldalt, mondjuk egy autó weboldalt, mondjuk a Suzuki-nak a weboldalát, megnézzük itt Ausztráliában is ezt a Suzuki weboldalt, hogy mi a kettő között a különbség, tehát árba, már nem a weboldal ugye, mert az szerintem teljesen mindegy, hogy néz ki, bár valószínűleg hasonló, hanem az autó árba milyen felszereltséggel jön, és hasonló. Tehát a kettőt összehasonlítom, lehet, hogy sok embert érdekelni, ugyanis annak idején tudom, hogy sokan kérdeztétek a Suzukit, hogy nálunk mennyibe kerül, milyen felszereltség jön, tehát gondoltam, hogy összehasonlítjuk a kettőt, meg az árakat. Na ugye, ez volt az egyik ötletem, aztán ma meglátjátok. Na ugye, én most eszek, mert kezdek én nagyon éhes lenni, hogy ezt a mai videót én itt most befejezem, csak nézzek a ütőbe, amit még nem mutatok nektek, mert most értünk haza, és csak én bepokoltam mindent a hűtőbe, én múltkor azért lettem leszúrva, mert megmutattam nektek. Na minden, úgyhogy mára ennyit, visszajök a fénybe, hogy fényesebb legyek. Mára ennyit, mindenkinek további szép nap, hogy jó reggelt, jó estét, szeretnék hívni, attól függ, hogy mikor nézik, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!